Köszönöm szépen. Nagyon keveset akarok beszélni magáról a MÁV pénztárosról, mert aki volt a kutatók éjszakáján a demón, az úgy is látta, aki meg nem, annak most úgy sem lenne erre az elég az idő, tehát inkább a háttér technológiáról szeretnék beszélni egy kicsit. Azzal kezdve, hogy én nagyon utálom azt, hogy rengeteg ember dolgozik mindenfélén, és akkor jön az előadó, és az összes dicsőséget lekaszálja. Hát itt vannak azok az emberek, sok elég közismert csávó van köztük, akik dolgoztak ennek az alaptechnológiáján. Sőt, még fénykép is van róluk. Jó? Most mit csináltunk ezekkel az emberekkel a műegyetemen? Csináltunk egy NLP, azaz Natural Language Processing eszközláncot. Ennek az alapja a német Laci féle Hunspell, ami ugye a magyar szoftver, szabad szoftver csúcsa, több mint 100 millió letöltéssel és 15 millió verifikált felhasználóval. A Humorf morfológiai elemzőt, a Huntoken tokenizálót, a Part of Speech Humpos szófaj besorolót, Hunner, ez a Name Identity Recognizer névelemkeresőt, csináltunk egy magyar-angol paralel korpuszt, csináltunk egy tiszta magyar korpuszt, akik csinálnak nyelvtechnológiát, azok gyakran beleütköznek ebbe és gyakran használják őket. Csináltunk mindenféle alapvető erőforrásokat, úgynevezett ritkábban oktatott nyelvekhez is, ezt magyarul kisnyelvnek is lehetne mondani, és van most is egy nagy adag olyan infrastruktúrnak, mint a MorphDB, az OkaMorph, a JMorph infrastruktúra, amiből a JMorph még valamennyire él, az OkaMorphhoz keresünk OkaML hackereket. Mi kell még ezeken kívül a szemantikus nyelvtechnológiához, mert ezek persze játszanak benne. Amit most csináltunk meg a Stuckey-ban az utóbbi két évben, az első az a Pyro, egy olyan blackboard, amit az egyes komponenseket, amik ebbe belemennek, a modularizálni lehet vele. Nem, Remeskei Dávid, Zséler Attila voltak a fő bűnösök. Van a Forlang konceptuális lexikon, Maklai Márton Ácsudit, van a Hunchang felszíni elemző, szép magyar szóval Csanker, Lecski Gábor, a terjedő aktivációs modell, megint csak Makrai és Réder dolgoznak rajta, és vannak mindenféle kifelül néző driverek, ezt majd megpróbálom kicsit felgosabban megről van szó, szóval, amivel webes dolgokat, adatbázisokat, szatszolvereket, ilyesmiket lehet meghajtani, megint csak Lecski Gábor, Réder Attila, és vannak persze tanuló algoritmusok, mert hát machine learning is van a dolog mögött, és megint egy csomó fénykép. Szeretném ezek közül a spreading activation-t mondani, mert a spreading activation az, amit tulajdonképpen nagyon régi gondolat, már a 60-as években volt, de aztán úgy elsüllyedt, és most előkerülőben van, nagy örömre láttam, hogy jövő héten jön Manfred Birwis Berlinből, és erről fog beszélni a CEUN. Úgyhogy mi a spreading activation? Arról van szó, hogy beadunk egy ilyen mondatot neki, ez egy korábbi demónk, ez az Elvira, mikor megy vonat Szegedről Budapestre, és akkor az elemző az észreveszi, hogy a vonat az nominatívusban olyan esetben van, a Szegedről az delóról, delatívusban, és a Budapest a szublatívusban van, és a megy az azt jelenti mi nálunk, hogy előtte is volt valahol, meg utána is lesz valahol. Ugye? Ez egy ilyen különös felfogása a megynek, szerintünk a megy az ennyit jelent, és nem többet. Nagyon hangsúlyoznám, hogy a szótár újra felhasználható. Tehát az nem úgy van, hogy mi minden egyes alkalmazáshoz hackerünk magunknak egy teljesen speciális szótárat, hanem van egy általános szótár, a vonat menése az abszolút beleillik ebbe. Először is azt veszik észre, hogy ez a nominatívus, most nem hoztam ilyen lézerpointert, de itt is van egy nom a bal alsó sarokban, meg úgy középtájt is van egy nom. Ezek ugyanaz a nom, hát ennek nagyon örülünk, akkor egyesítjük ezeket, és a vonatot benyomjuk oda. Ugyanilyen alapon benyomjuk a Szegedről meg a Budapestre, tehát azt látjuk, hogy az a vonat az, ami előtte volt valahol, és utána lesz valahol, hogy tudnék Szegeden előtte és Budapesten utána. Na most, ez így kevés. Ez még nem tudja megoldani a feladatot, tovább most nem a megynek a definícióját helyettesíti be, hanem a vonatét, ennek a egyik része az, hogy tömegközlekedés. Na most a menetlennek nálunk az a definíciója, hogy tömegközlekedés mikor. Jó? Ez ekkor, hogyha ezt tudjuk, hogy ez akkor a menetrend aktiválódik, és ha még azt is tudjuk, hogy vonatról és menetrendről van szó, akkor maga az Elvira aktiválódik, és az Elvira az tényleg megmondja nekünk, hogy mikor megy vonat. Tehát mi csinálunk egy külső hívást az Elvirára, az Elvira megmondja a választ. Milyen felhasználásai vannak? Hát
ügyfélszolgálható dolgokra gondolunk, mint az önkormányzat, a Telekom, a MÁV, az csak egy demo, de azt is lehet persze csinálni. Szemantikus keresés, ami túlmegy a kulcsszavakon, személyi asszisztens, hát mindenki ismeri ezeket, Siri és társai. Mindenfajta hands busy helyzet, tehát amikor nem tud az ember valamilyen okból, mert éppen fenn van a villanypoznán és szerel, vagy valamilyen okból nagyon ott komputert nyomogatni. Beszédtechnológiában nagyon jól kombinálható, tehát nagyon tisztán el van választva a nyelvtechnológia beszédtechnológiát, és hát multilinguális, tehát ezt meg tudjuk csinálni nem csak magyarra, hanem angolra, németre és másra is. Ennyi, köszönöm szépen! Ezek az elkészült eszközök mennyire használhatóak szakterületekre, tehát adott esetben mondjuk egy jogi szaknyelvre, egy műszaki szaknyelvre, egészségügyi szaknyelvre, és mennyire csak az általános életet fedik le? Minden egyes szakterülethez adaptálni. Mennyire az volt a kérdés, hogy mennyire használható egy-egy szakterületre, például jogi, orvosi, stb. A válasz két részből tevődik össze. Az egyik az, hogy magát a beszédfelismerést, hogyha beszédfelismerővel komponáljuk, már ott is természetesen úgy kell megépíteni a nyelvmodellt, hogy belevesszük ennek a területnek a szakszavait. Ahhoz, hogy ebből szemantikusan csináljunk valamit, ahhoz kell valamilyen szótári információ. A szótári információt mi azon dolgozunk, hogy ezt automatikusan nyerjük ki a szövegből gépi módszerekkel, de abban sincs semmi szégyen, hogyha leül az ember és kézzel nyeri ki. Tehát mennyire alkalmazható, amennyire megcsinálja hozzá az ember a szótárat. Alapjában a rendszernek az a logikája, hogy az információ 85-90%-a a szavakban van elrejtve. És csak egy olyan 5-10% van, ami a különböző összekötők, logikai konnektívumokon, kvantorokon, ilyesmiken múlik. Itt említettek kis nyelveket, hogy hát angolra, németre ezek a dolgok már mind megvannak és régóta működnek, viszont mekkora a költsége annak, hogyha mit tudom én, ilyen katalán vagy baszk nagyságrendű nyelvre meg kell csinálni gyorsan? Hát egyrészt ez nem egészen úgy van, hogy tehát egy dolog az, ami megvan, és a másik az, ami megvan nyílt forráskódban nekünk. Ugye? Tehát az, hogy valakinek van valamilyen csodás technológiája, amire mi ámulunk és bámulunk, az nagyon érdekes. Ebben az a poén, hogy ez a mi technológiánk, mi csináljuk, mi értjük, mi tudjuk hackkelni, odaadjuk másnak is ingyen és bérmentve. Tehát ha valaki fel akarja használni valamiben, akkor nosza, beszéljen velünk. A katalán nagyon jó kérdés. Nagyon sok nyelvtechnológia megvan a különböző nyelvekre, ebben rengeteg komponens kell. Én most erről csak az elején beszéltem egy egész picit, hogy emögött van egy morfológiai jellemző például, meg spellchecker, meg ilyesmik vannak benne. Ezeket mind kemény munkával meg kell csinálni. Mi csináltunk ilyen nyelvtechnológiát eléggé egzotikus nyelvekre, tehát mint tudom én, üzbégre, aminek nem annyira nagy a piaca. Ezt mindenki látja. Ugyanannyi pünkt, ugyanannyi munka van az üzbékben, mint a katalánban. A baszkok spéci nagyon jól állnak, mert ők nekik vannak mindenféle EU által fizetett projektjeik, amivel ők szép lassan építik fel a baszk lexikont, a baszk morfológia jellemzőt, stb. Stb. Akkor az egyértelmű follow-up kérdés, hogy ezek a open source hozzáférhető eszközök? Igen, nem, ez... Nem faló. ott előbb volt. Hogy, és akkor van ehhez... Bocsánat, nem mondtam a kérdést, az volt, hogy egyértelmű, hogy hozzáférhető-e open source-ban. Igen. Azért csak az érettebbeket rakjuk ki, tehát ha valaki még olyan akar dolgozni, hogy őt most pont ez érdekli vele, az nosza jöjjön, hackeljen velünk. Jó? Hogy van konkrétan működő ilyen ügyfélszolgált alkalmazás, ami erre épül, hogy majd így letölthetek, és akkor bevezetem picit így paraméteren, magyar, ügyfélszolgálatra, hogy tehát van valami olyasmi alkalmazás, amit rá tudok kötni egy ilyen telefonközpontba, és akkor valamiféle ilyen automatizált ügyfélszolgálatot már könnyen ezt tudok vele rakni. Nincs. Van olyan konkrét alkalmazás? Nincs. Ugye a beszédfelismerésre mit használunk? Egyelőre még semmit, mi beszélünk egyrészt hát a TMIT IT társasággal, akik Magyarországon ennek az első számú úttörői, másrészt komolyan gondolkodunk azon, hogy a nuanszot is kipróbáljuk, ezeket egyszerűen össze kell mérni, először melyik működik vele jobban, stb. A másik kérdés, hogy ezek nyilván mindig, ezekben mindig van egy hiba arány a beszédfelismerésben, hogy azt hogyan kezelődik ebben a kontextusban, hogy
nem azt fogja felismerni, hogy megy, hanem azt, hogy kegy, mondjuk. Az volt a kérdés, hogy mekkora a hiba arány, és hogyan reagál a zajos bemenetre ez a dolog. Nem tudom, mennyi időm van a válaszra. A rendszernek egyik nagy erénye, ami a demón is látszik, tehát aki volt a demónon, azt tudja, hogy ez nem követel tökéletes, grammatikus, jól megformált mondatokat, megelégszik azokkal a töredékekkel, amiket az emberek valóban odanyöknek a Mászfénysztárba. Mi ezt úgy kezdtük egyébként, hogy kimentük a Mászfénysztárba, és felvettük magnóra, hogy miket mondanak az emberek, és akkor olyan egész furcsákat mondta. A rendszer az robusztusra van megcsinálva, hogy ezzel el tudjon bánni. Komolyan nem foglalkoztunk azzal, hogy a beszéd felismerőnek a kimenetén megjelenő, annak megvan a maga a zaj karakterisztikája, ami ott kijön, azok bizonyos fajta hibák, nem pont olyanok, mint amilyeneket az emberek a gyakorlatban el szoktak követni, tehát amikor kicsit hümmök apari, meg vár, meg nem tudom én micsoda. Mi ezt még nem mértük be, tehát most nem akarok semmi hülyeséget mondani. Jó? Ez... Utolsó kérdés. Jó? Utolsó kérdés. Egy integrált megoldás, mert hogy egy nyelvben azért vannak hangsúlyok. Lássuk be, hogy ennek a hasznossága beszélt nyelvnél lenne nagy, hezdi, beszéljünk a rendszerhez, stb. És persze az egy integrált gondolat, amely nem kezeli külön azt, hogy van egy textus, egy speech-to-text rendszerünk, és kapunk egy relative correct mondatot, meg van egy ilyen rendszerünk, ami szövegesen nagyon jól dolgozik. Integrált megoldás, ami hangsúlyozik, hangsúlyokat felismer, ilyeneket kezel. Nem lehet, hogy egy gyakorlati alkalmazásban hasznosabb lenne? De, nagyon valószínű. Az volt a kérdés, hogy integrálva, beszédfelismerővel hasznosabb-e, mint anélkül. Mi azt gondoljuk, hogy igen, de ki kell próbálni. Hát noszom.